Sziasztok, Barbara vagyok, a Kócs. Ma megint Sam Veknin videóját hoztam el nektek, az ő egyik anyagáról lesz szó, mégpedig arról, hogy miért van az, hogy a nárcisztikus egyszer fent van, egyszer pedig lent van. Gyakran kapok ugyanis olyan e-maileket tőletek, amelyben arról számoltok be, hogy jobban, intimebben megismerve egy narcisztikus a partnert vagy barátot, azt lehet látni, hogy néha azok hiperaktívak, tele vannak ötletekkel, optimizmussal, máskor meg ugyanezeket az embereket egy mély lehangoltság jellemzi, már már zombiszerű tüneteket produkálnak. Vajon miért van ez? Szokás szerint elmondom azt is, hogy ha tetszik a videó, ne felejtsétek el majd lájkolni, like vagy feliratkozni a csatornámra. Már közel 1400 feliratkozónk van, úgyhogy köszönöm szépen itt is a feliratkozásokat. És minden fontos információt a videó alatti leírásban pedig megtaláltok, többek között azt az e-mail címemet is, hogy hogyan lehet hozzám jelentkezni személyesen, vagy Skype coachingra is, a narciszkocskukac.gmail.com e-mail címem. És arra is megkérlek benneteket, hogy ha tetszik a videó, akkor juttassátok el olyan embereknek, akiknek szerintetek nagy szüksége van rájuk, rája, hiszen ha csak egy, egy embernek is tudunk segíteni, akkor már érdemes volt megtenni ezt az akciót. Nos, tehát beszéljünk egy kicsit szem anyagáról, szemvetnén tanításáról. Tudjátok, őről már nagyon sokszor meséltem, szinte minden videóban elhangzik a neve, hiszen én nagy követője vagyok, mondhatni úgy, nagy tisztelője vagyok, mert ő egy olyan narcisztikus pszichopata, aki fölvállalta ezt a jelenséget, és most már közel három évtizede, arra tette fel az életét, hogy minél több információt szolgál nekünk, szolgáltat nekünk erről a jelenségről. Ő volt az, aki 1995-ben létrehozta az első túlélőknek szóló közösséget, aztán könyvet is írt, és rengeteg több ezer narcisztikussal tartotta a kapcsolatot, és kidolgozott egy módszert is, ami cold terápia néven, hidegterápia néven ismert, amely pedig a narcisztikusok kezelésére ö, alkalmazandó, még ez az eljárás jelenleg nem terjedt el nagy széles körben. Nos, tehát vissza ehhez a mini ciklushoz, ami egy kicsit olyan, mint a, 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 bipolárisnál, vagy régen mániákus depressziósnak nevezett embereknél, amikor van egy ilyen mániás korszakuk, amikor nagyon aktívak, és van egy depressziós korszakuk. Na most ez miniben, ilyen rövidebb ciklusban lezajlik a narcisztikusnál is. A narcisztikus ugyan, ugyanis ezen a kétfajta cikluson megy keresztül, de azért ezek a ciklusok különböznek azoktól a tünetektől, amit meséltem nektek a bipoláris, mániás, depressziós időszakait, időszakaitól. A narcisztikus személyek ciklusai ugyanis reaktívak és könnyen beazonosítható külső események vagy körülmények hatására következnek be, úgynevezett triggerek hatására. A trigger az ravasz jelent, a pisztoly ravaszát, amit meghúzunk, tehát ez azt jelenti, hogy valami betriggerel, bekapcsol bennünk egy reakciót. Ezekben az emberekben, a környezetükben lezajló narcisztikus forrás, a narcisztikus üzemanyag folyamatos változása, növekedése vagy fogyása hozza létre ezt a hangulat ingadozást. Ugye a narcisztikus forrás az a narcisztikus számára, a legfontosabb dolog az életében, hiszen ettől van életben gyakorlatilag, ettől függő, ahogy egy drogos, tehát neki minden áron szüksége van erre a narcisztikus forrásra, hogy túléljen, ilyen egysíkú aggyal működik, és mindent erre tesz föl, hogy minél többet megszerezzen belőle, ami röviden figyelmet jelent, tehát hogy figyeljenek rá, reakciót kapjon, de azért ennél sokkal többet, lehet pozitív is, vagy negatív is. Ide tartozik a rajongás, a szeretet, a a gyűlölet is akár, vagy a harag is akár. Tehát neki ez a narcisztikus forrása, ez alapvető, és hogyha ez ingadozik, nem kapja meg mindig ugyanolyan mértékben, vagy minőségben, akkor jönnek létre ezek az úgynevezett ciklusok, amitől ingadozó lesz a hangulata. Ezzel szemben a mániás depressziósok tünetei belsőleg keletkeznek, tehát nem külső hatásra, mint ahogy a narcisztikusnál a forrás hatására, ezt endogénnek nevezzük. A bipoláris páciensek az agyukban lezajló biokémiai változásokra reagálnak tehát. Egy példa, a narcisztikus személyek kifejezetten depresszív, diszfóriás módon tudnak reagálni egy olyan esetre, amikor veszélyben érzik a saját kórosan narcisztikus környezetüket, a saját kis világukat, tehát amikor valaki le akarja őket leplezni. Ugyanígy reagálnak akkor is, amikor egy nagyobb horderejű válságon mennek keresztül, legyen az anyagi instabilitás, vagy valami munkahelyi változás, válás, Egészségügyi probléma, bebörtönzés, társadalmi státusz elvesztése, betegség vagy egy családtag halála. Ezen kívül azonban azt is fontos leszögeznünk, hogy a narcisztikusok ennél sokkal rövidebb és gyengébb hatású ciklusokon is keresztül mehetnek, amelyek lehetnek akár gyors, lefutású, szenvedélyes időszakok is. Amikor a narcisztikus ebben a fázisban van, szórakoztatóan, elbűvölően viselkedik, és karizmatikus személy benyomását kelti tele van jobbnál jobb ötletekkel, amelyek többsége valamilyen nagyszabású, fantasztikus ötlet, és a valóságtól igencsak elrugaszkodott. Ebben az időszakban annyira fáradhatatlanak, egy fáradhatatlan életvitelt követnek, hogy akár az inszomnia, tehát a kialvatlanság vagy alvás zavar tünetei is megjelenhetnek. Úgy érezhetjük, hogy felrobban a mentális energiától, ami kreatívvá, egyben kiváló alkotóvá és előadóvá is teszi őt, menedzserként pedig sziporkázni fog a munkahelyén. Ilyenkor beírja akár néhány órás alvással is. Aztán az egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag bármiféle előjel nélkül képes teljesen megváltozni, és az ellenkezőjére váltani. Visszafogottá, depresszívvé, pessimistává válik ilyenkor, olyan lesz, mint egy zombi gyakorlatilag, ehhez lehet talán a legjobban hasonlítani. Jellemző továbbá, hogy ebben a fázisban viszont a narcisztikus nagyon sokat alszik, nagyon sokat fekszik, olyan is előfordul gyakran, hogy elalszik, nem tud időben fölkelni, megváltozhat az étkezési szokása, az alapvető hozzáállása a dolgokhoz, nem vesz tudomást arról, hogy a környezetét ezzel a destruktív, romboló hozzáállásával, attitűdjével negatívan befolyásolhatja. Azt se veszi észre, hogy egyáltalán milyen negatív benyomást kelt ilyenkor másokban. Nos, ha nem ismerjük a narcisztikus működését és az agyában lejátszódó folyamatokat kívülről, akkor nagyon nehéz lenne megítélnünk, hogy mi okozza ezt a drámai változást. Lehet egy kritikus hozzászólás, hogy éppen megkritizáltál nála valamit, vagy valaki megkritizált valamit, vagy egy vita, vagy egy tanácsadás, vagy egy apró egyet nem értés, vagy ha épp nem, akkor kap meg valamit, amikor szeretné, és nem úgy, ahogy ő éppen szeretné, tehát nem pont forrón van kimerve neki a húsleves az asztalon. Tehát bármi dolog lehet, apróság is, ami narcisztikus sérülést vált ki, és frusztrációhoz vezet. A kontraszt ilyenkor minden esetre nagyon éles és meglepő, hiszen az egyik pillanatban még minden úgy tűnt, hogy nagyon jó terveitek voltak, rendben volt a dolog, aztán egy hirtelen jött vita felborítja az egészet. Tehát ebben a mániás fázisában, amiről az előbb beszéltem, nagyon szociálisan viselkedik. A depressziós időszakában viszont inkább antiszociális, és passzív-agresszív, némasággal, csendelveréssel tüntet, skizoid jeleket mutat, és gyakran nem törődöm módon lép fel, nem érdekli semmi. Ilyenkor ingadozik a kreativitása. Tehát a mániás szakaszban rendkívüli ötletei vannak, fantasztikus ötletei vannak, máskor pedig unalmas, kifejezetten nem érdekli, nincs mondani valója számunkra. Ugyanez a kettőség figyelhető meg a szociális és antiszociális időszakai között. Említhetném még azt is, hogy teljesen megszállottan képes követni az időbeosztását néha, tehát ez ragaszkodik tűzzel-vassal, másszor pedig azon kaphatjuk, hogy órákig fekszik az ágyban a plafont bámulva. Tehát egyszer vezető, máskor meg egy olyan személy, akit mindenképp irányítani kell az egyikből a másikba vált. Jogos tehát a kérdés, hogy ezek az emberek több személyiséggel rendelkeznek vajon? A helyzet az, hogy néha ezek a miniciklusok tényleg egy ilyen személy hatását keltheti bennünk, az igazság azonban máshol rejtőzik ez a változás nem arról árulkodik, hogy hány személyisége van a narcisztikusnak, tudjuk, hogy legalább kettő, de inkább három is van nekik, hanem ez kifejezetten, amiről az előbb beszéltem a videó elején, a narcisztikus környezetéből származó narcisztikus forrás apró ingadozásaiból, vagy nagyobb ingadozásaiból származik. Ugye a korábbi videókban már megbeszéltük, kitárgyaltuk, meg ma is elmondtam, hogy a narcisztikus személy függ egy, egy drogos, az ő drogja ez a narcisztikus forrás, tehát ő egy, egy függő személy, ezért a környezetétől folyamatosan kell, hogy megkapja a csodálatot, az elismerést, a figyelmet, ezt, ezt ha nem kapja meg, akkor megpróbálja kierőszakolni, kiváltani. És a narcisztikus személy az élete minden területén, a vágyait, a gondolatait, a, te a terveit, az inspirációit, a cselekedeteit, annak veti alá ez a fő célja, mindenben ez a fő célja, hogy narcisztikus forráshoz jusson. Azért, hogy valamennyire kiszámíthatóvá és kiegyensúlyozottá tudja tenni önmagát. Vannak esetek, amikor a narcisztikus a másodlagos narcisztikus forrás felhasználásához folyamodik. Ugye a másodlagos narcisztikus forrás azok, azok az emberek, akik hosszú kapcsolatban, szoros kapcsolatban vannak a narcisztikussal. Ilyenek a házastársak, a gyerekek, a munkahelyén, például a titkárnője, vagy az állandó barátok is lehetnek. Még az elsődleges narcisztikus forrás azok általában random emberek a nap során, Akikkel találkozik, vagy akik előtt előhozhatja az ő nagyszerűségét. Tehát a másodlagos forráshoz is folyamodnak, akkor, amikor nem sikerül az elsődleges forrásból megfelelő, üzemanyagot begyűjteniük, tehát nem kapják meg aznap a tapsot mindenhonnan, nem jönnek össze úgy a dolgaik, ahogy szeretnék, vagy egyáltalán nem is találkoznak emberekkel, akik ezt visszaigazolhatnák, ilyenkor aztán oda a másodlagos forráshoz, ami mindig fontos a számukra, de ilyenkor különösen az, tehát megpróbálnak kicsikarni a házastárstól, a kollégáktól, üzleti partnerektől, gyerekektől egy kis figyelmet, egy kis szeretetet, vagy pozitív, vagy negatív, Figyelmet is. Ugye a másodlagos források oly módon is kielégíthetik ezt a narcisztikus forrás iránti szükségletet, hogy felidéznek neki bizonyos pillanatokat a múltból amikor a narcisztikus valamilyen fantasztikus teljesítmény nyújtott. Tehát ilyenkor ők előszeretettel hozzák föl a régi sztorikat, a konfabulációval, meseszövéssel természetesen ezt már tudjátok. Tehát, hogy, hogy ezt meg kell, hogy hallgassa valaki, visszaigazolja, megtapsolja, és elmondja, hogy mennyire fantasztikus is volt ez a régi teljesítmény abban az időben, aminek bizony a források is szemtanúi voltak. Tehát a másodlagos forrásnak is egyfajta szabályozó szerepe van a narcisztikus életében, hiszen ők szabályozhatják, finomíthatják, befolyásolhatják ezt az ingadozást, ami a narcisztikus forrás jellemzi. Egy mindennapi példa erről, hogy amikor a narcisztikus depresszív időszakát éli, akkor elvárja a párjától, a feleségétől, férjétől, kollégájától, vagy barátjától, vagy gyerekétől, hogy, hogy hozakodjanak elő hogy hozzanak elő valami pozitív sztorit, ami róluk szól, ami feltölti őket, hogy például, hogy emlékszel, drágám, hogy tavaly milyen jó voltál itt és itt, és milyen jó döntés hoztál ekkor és ekkor. Mert ilyenkor a narcisztikus pillanatnyilag visszarázódhat egy kicsit a normális kerékvágásba. Ezt az esetet nevezzük felhalmozásnak, hiszen az ilyen esetekre, hát hogy mondjam, gyűjteni kell, hogyha erre felkészül valaki, és szeretnének a szerepnek megfelelni, hogy legyenek ilyen sztorik a tarsolyban, amiket bármikor fel lehet hozni. Azonban ez a forrás felhalmozás, ez egyáltalán nem olyan könnyű feladat, mert sok tényezős helyzetről van szó. Tehát a narcisztikus már végigélte egy csomó ilyen, végigélt már egy csomó ilyen hangulatváltozást, és először ugye beszéltünk a depressziós szakaszról. És ilyenkor a forrás megszerzéséhez komoly erőfeszítéseket kell tennie, meg kell teremtenie magának újra ezeket a forrásokat, és ezeknek a fenntartására is ide kell oda kell figyelnie. Tehát, hogyha előhozunk valami olyan történetet, ami számára nem elég hiteles és nem valószínűsíthető, akkor nem fogja azt elfogadni. Tehát figyelni kell arra, hogy tényleg valóban megtörtént sikerekről tudjunk neki beszámolni. Mert, hogyha a kimerül, és bizony ez gyakran előfordul, akkor olyan kimerült, enervált, energiaszegény üzemmódra kapcsol, és ezek a kimerültségek bizony nagyon fontos szerepet játszanak ezekben a miniciklusokban, amit mondtam, hiszen nagyon-nagyon le tud menni egészen a, a, az gödör aljáig, hogyha az energiaforrása kimerül, és akkor a kreativitása megcsappan, vagy megszűnik, és a húr pattanásig lesz feszítve, tehát bármikor ő támadásra kész. Mert ilyenkor a narcisztikus először teljesen kiterül, kimerül, tehát halott üzemmódba megy, játszik, visszavonul az élettől, viszont a feszültség az ott van benne. Tehát amikor ebbe a mélypontba kerül, és ilyen Depressív tüneteket mutat, ilyen teszhalott zombi üzemmódban vagyunk, vagy látjuk, akkor ez a narcisztikus hibernáció időszaka. Ilyenkor ő regenerálódni próbál, nyalogatja a sebeit, gyakran ilyenkor is alkalmazza a csendelverést, hogy egyedül tudjon maradni, hogy töltögesse az energiaraktárait, közben újabb és újabb forrásokat keres magának, hogy töltődni, töltődni tudjon, amelyeket majd később levadázhat a csatamezőn. A nárcisz változatlanul visszavonul a hibernációs időszakba, még mielőtt ez a szignál, ez a jelzés, mikor már pirosan villog ugye a telefonon az akkumulátor, hogy le fog merülni, mielőtt ez a jelzés bekapcsolna, és már ebbe a zombi állapotba kerülne, előtte ezt a vészjelzőt meghallja, és már ekkor elkezdi az energiájának a tartalékolását, és, és ezt a fajta visszavonulást. Ezt taktikai szándékkal teszi, hogy, hogy tudjon még utoljára annyi energiát összegyűjteni, amit a későbbi fázisokban, amikor már teljesen a padlón van, fel tud majd használni. A hibernációs időszak alatt a narcisztikus alapos terepmunkát végez abban a tekintetben, hogy kikutassa, megvizsgálja azt, hogy hol tudja majd az, a, a legkisebb energia befektetéssel a legtöbbet elérni, tehát, hogy az erőfeszítései hol lesznek a legjövedelmezőbbek, hogy mely, mely mely szálakat kutassa fel ahhoz, hogy amikor kicsit jobban van, akkor rá tudjon azonnal menni, és már is tölteni tudja magát, mint hogy a, a kicsit pejoratív módon szoktuk mondani, hogy a vámpír magába szívja a vért. Tehát felméri a különböző jelzéseket a környezetétől, éppen azért, hogy Biztosítsa magának majd a leghatékonyabb kapcsolatot a piacon rendelkezésre álló források közül. Bizony, ilyenkor találkozhatok azokkal a szituációkkal, ami nagyon-nagyon fájdalmas annak, aki például romantikus párkapcsolatban vagy házasságban él a narcisztikusra, hogy előkerülnek az exek, a mindenféle ex szereplők, lehetnek ezek barátok, barátnők, volt feleségek, bárki más is, valami, főnök például a múltból, tehát előkerülnek olyan személyek, akikkel azt hittétek, hogy már le van zárva a kapcsolat, de bizony nem, hiszen ilyenkor nagy szükségük van arra, hogy minél gyorsabban majd a forráshoz tudjanak hozzájutni. Tehát ez egy kulcskérdés ilyenkor a narcisztikus hibernációs időszakában, hogy honnan tud majd újabb forráshoz jutni, újabb üzemanyaghoz jutni. Tehát ő, ő tisztában van azzal, hogy utána majd jön a mániás ciklusa, a felfelé ívelő ciklusa, amely követi majd ezt a pihenős időszakot, és hogy az majd egy nagyon melós időszak lesz a számára, és hogy akkor majd nagy szüksége lesz energiákra. Szóval, miután ez a narcisztikus forrás szint rendeződik, és feltöltődnek megint az energiaraktárak, mint akit konnektorra raktunk, egy, egy mobiltöltőt, és feltöltődik, elindul a vadászat. Ezt a ciklust egy, ne, egy jelzéssel, egy szignállal kezdi meg a narcisztikus. Ezt felfoghatjuk üzenetként, vagy használati utasításként is. Ez lehet egy írott üzenet, egy SMS, egy e-mail, egy cetli, lehet egy verbális üzenet, tehát hogy szóban mond valamit, de lehet a viselkedéséből is következtetni erre, tehát lehet egy viselkedésből adódó üzenet is. Itt a szándék az nem lehet más, mint az, hogy ő narcisztikus forráshoz, új forráshoz tudjon jutni. Előfordulhat, hogy üzenetet ír például egy újságnak, egy magazinnak, azzal a szándékkal, hogy kiadják a munkáját. Vagy éppen egy olyan ruhát vesz föl, egy úgy viselkedik, vagy olyan dolgokat mond vagy állít, ami rövid távon csodálatot, vagy megrökönyödést, gyalázkodást vált ki a környezetéből. De az sem kizárt, hogy hízelgő, önajnározó szavakkal illeti magát. De lehet pont az ellenkezője is, náluk sosem lehet tudni. A lehet, hogy lekicsinyíti az eredményeit, tudatosan szidalmazza önmagát, egy felvett szerepként adja elő a szerényt. Persze ezt ne téveszem meg senkit, mert ez egy szerep, de felvett szerepként adja elő a, a szerény embert ilyenkor a környezete számára. Tehát minden megtesz azért, hogy ismerté váljon. Ugye ilyenkor mondja az angol, hogy attention seeker, hogy figyelmet keres, hogy lenyűgözze a környezetét, és hogy hozzájusson végre ahhoz a hőn áhított, sokat jelentő minőségi narcisztikus forráshoz. Tehát jelet küld a környezete számára a narcisztikus azonnal, ha az életének bármely fontos részén változás áll be. Be van triggerelve rá, ahogy mondják. Tehát Jön ez a kapcsoló, amiről beszéltem. Ez lehet egy munkahelyváltás, lehet, ami pozícióval, vesztéssel jár, de lehet egy vállás is. Azok a bizonyos jelek, amiket a narcisztikus ilyenkor kiad magából, arra szolgálnak, hogy visszaállíthassa majd az egyensúlyát, az egyensúlyi helyzetét az életben, ami a változásokkal járó bizonytalanság ugye fölborítja, létrejön akkor az egyensúlyvesztés, és tehát ami akkor ahhoz a zavarhoz vezet, amit a narcisztikus forrás hiánya okoz. Normál esetben a narcisztikus jelzés egy narcisztikus ingerületet vált ki magába. Ez már egy pozitív jel. Egyfajta zöld jelzés a címzettek részéről arra vonatkozólag, hogy bekapták a csalit. Tehát ő visszakap valakitől egy zöld jelzést. Ő kiadja a pirosat, a szignált, és visszakap valakitől egy pozitív választ, hogy igen, rám számíthatsz. Megjön a zöld jelzés tehát bekapták a csalit, megvan egy új áldozat, és ez az új áldozat jelezte neki, hogy hajlandó, narcisztikus forrásként szolgálni számára. Ez az ingerület, ha nem is szó szerint, de gyakorlatilag feléleszti a narcisztikust a tesz állapotából, visszahozza őt az életbe, és energetizálni fogja. Abban a pillanatban, amint kiszagolja, hogy a környezete Környezetében egy potenciális, egy lehetséges forrás ott van, aki vár rá, aki képes őt táplálni, akkor valósággal felrobban, ötletek, víziók jönnek elő belőle, tervezni, álmodozni kezd megint. Mintha ez egy ilyen varázsütésre, varázsszóra megtörténne, az aurája is megváltozik, a környezete is megváltozik ilyenkor, tele lesz lelkesedéssel, pozitív gondolatokkal, ezt teszi ez a narcisztikus inger vele, ez a, ez a válasz, hogyha valaki viszonozza a számára, hogy képes forrással feltölteni őt. Aztán így a mánia, mániás fázisba, a mániás mini fázisba repül. Ahhoz lehetne ezt hasonlítani, mint amikor a, a pók hálóját ö, megérinti egy áldozat, és ő erre az ingerre villámgyorsan reagálva lecsap az áldozatára. Tehát még egyszer összefoglalva, ez a jelenség a depresszív és mániás miniciklusok közt, és a hosszabb ciklusok a hangulatzavar és az emelkedett hangulatú fázisok között jön létre. Egyszer fent, egyszer lent van a narcisztikus, attól függően, hogy mennyi éppen az aktuális forrása. Miniciklusok lehetnek, tehát egy napon belül is valami apróságtól, meg hogyha hosszabb ideig nem tudja megkapni a narcisztikus forrását, akkor pedig tartósan hibernálódhat és bekerülhet ebbe az állapotba, de előtte már ő agyalt, már ő gondolt erre, már érzékelte, hogy, hogy alacsony töltöttségi üzemmódra kell kapcsolni, és már megtette az óvintézkedéseket, elkezdte feltérképezni a környezetét, hogy honnan is tud majd a vészhelyzetben gyorsan tartalékhoz jutni. Ha ez nem következik be, akkor mármint az, hogy energiához jut, forráshoz jut, akkor jön a kollapsus, akkor romlik össze a narcisztikus. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó is. Várlak szeretettel benneteket coachingra. Most már van párkapcsolati coachingom is narcisztikusok áldozataival és narcisztikussal is együtt. Természetesen olyan narcisztikusról beszélek, aki változni akar, tehát nem a malignant, a rossz indulatú pszichopata narcisztikusról beszélek, akinél erre az esély az szinte semmi, hanem azokról a narcisztikusokról beszélek, akik valahol a spektrumon, egy enyhébb fokozaton helyezkednek el, és ahol van esély arra, hogy ezt a mérgezettségi állapotot, ami ehhez a helyzethez vezetett, feloldjuk, és helyrehozzuk, pozitív irányba befolyásoljuk a kapcsolatot. A párkapcsolatról is csinálok, a párkapcsolati coachingról, a mentor programomról majd egy rövid videót. Oda is várlak titeket szeretettel, illetve személyes coachingra a narcisztikus kukac komon tudtak jelentkezni, ugyanez Skype formájában is elő, elérhető. Ha tetszett a videó, kérlek, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és adjátok tovább másoknak is. Köszönöm szépen!